Sziasztok, én Dietroy vagyok. A Monster Hunter World sztoriát fogjuk most egy kicsit átnézni. Alapvetően a játékot nekem Stexi ajánlotta, kipróbáltam, nagyon megtetszett, és remélem, hogy nektek is tetszeni fog. Akkor kezdjük is el, nézzük át a várost. Szóval, ez itt Astera. Ez lesz ugye a játéknak a bázisa, innen fogunk tudni majd küldetéseket indítani. Aztán most ez a nagykardos csávó most gyorsan körbe mutatja nekünk, hogy mi merre. Zsír fent van a Smithy a második emeleten. Gondolom akkor most menjünk is fel hozzá. Remélem ad valami jó kis fegyvert. Ja, elhagytuk a cicát, meg kell keresni. Tudom, hogy így elnézve. Egész jól néz ki a játék, szóval grafikailag nincsen csalódás benne. Bár nem nagyon állítgattam igazság szerint. Alap értelmezett beállításom van minden. De szerintem így is jó. Elég nagy ez a város. Jó. Szóval ez itt a Smithy. Nála tudunk fegyvereket és armorokat kraftolni. Tök jól fog jönni, gondolom, tehát még szerintem semmit nem tudunk nála csinálni, mert nincs alapanyagunk. Oké, akkor inkább menjünk is tovább. Jó, szóval akkor most megyünk a kantinba. Hát gondolom ott kajálni lehet. Zabálni össze-vissza minden jóságot. Na, menjél már. Over here. This here's our canteen. Hey, over there. Ah, megvan a cicám. Tök jó. Oké, gyerünk. Now that you are all here, let us be after tracking a migrating elder dragon across the sea. The 5th fleet have finally arrived in Astera. Give them a warm welcome. They're a fine group, worthy comrades who will help see the research commission's long efforts finally rewarded. Would you like to say a few words? Thank you, sir. We're ready to roll up our sleeves and get our hands dirty. This here is the Commission's core team. You should all get to know each other. Looking forward to it. Now, down to business. The latest monster to make the Elder Crossing is known as Zora Magdaros, a huge monster with a mountain of fire upon its back. The Research Commission's job is to discover exactly why the Elder Dragons are migrating to the New World. Elder Dragons have been with us since the dawn of time. Altering the ecosystem, reshaping the land, leaving disaster in their wake. Once every decade or so, they flock to this continent. But for what reason? With the 5th's help, we will find the missing link. Hear, hear. Now we're talking! Hunters, for the time being, I need you to focus on investigating our Jagras problem and securing Astera. Start by investigating the Jagras' habitat. Find out what makes him tick, and we'll go from there. Right. We're on it, sir. Everyone else, you know the drill. Make sure these hunters have everything they need. No. Now we're talking! You two, make it a priority to learn how we do things around here. You'll find good teachers, so don't be afraid to ask. You heard him. Stick with me and you'll have no problems. The 5th banner promises a change in the wind. All right. Dismissed. Jó, szóval túl ez a field team leader, téged kell követni. Menjünk is. Szóval jó, te most oda megállsz, és akkor ez itt az én hálószobám. Aha.
ha elvileg itt tudok átvenni ruhákat, meg itt tudok fegyvert cserélni, meg hasonló okosságok. Jó, tök szép, egy hajó belseje. Brilliáns. We've placed some basic gear for you in that equipment box. Make sure to choose a weapon that suits you. Aha, jó, hát a tutoriálokat hagyjuk. Ez tetszik. Ez jó lesz. Igen, és itt van az Iceborne kiegészítő miatt a Guardian set. Ami elvileg majd nagyon jó szolgálatot fog nekem tenni. Remélem nem veszitek csalásnak, de én felveszem. Ah, ilyen csillivili lettem. Nagyon király. És akkor fel kell menni a handlerhez a kantinba. Oké. Itt látom, vannak ilyen kis sárga felkiáltójelek, gondolom ezek ilyen mini küldetések vagy valamilyen információk. Jó, magyarázom, mit csinálsz? Eladsz nekem? Hát csak tudtad. Szerintem ebből nekem még nem kell semmi. Ó, a Commander is úgy látom, hogy ő is mondani akar nekem valami okosságot. Aha, jó. Mondjad, mi a küldetés? Na. Now that's hunting. Jó, menjünk fel inkább a handlerhöz, mert a sztori azt mondja, hogy menjünk fel hozzá. Úgy látom, vannak még ilyen kis sárga felkiáltó jelek. Gondolom ez a kantinos, ez a jól jön. Tuma nem érdekel, ha mondta se adtál nekem semmit, akkor nem tudom, mik ezek a sárga felkiáltó jelek, majd kiderül, gondolom. Na, itt is vagyunk a kis handlernél, úgyhogy akkor adjál nekünk valami küldetést. Neki jó, megint tutorial, megint nem érdekel senkit. Nekem ezt mutassad. Tök jó. Aha. Aha, szóval itt lehet zabálni, és akkor azért kapok mindenféle jóságokat, meg lehet nekik hozni anyagokat, amiből tudnak megint csinálni valamit. Gondolom valami jobbat. Jó, igen, tud. Növeli a statjaimat, meg ilyenek, meg effektek is vannak. Defense up, láttak. Ezek ilyen buffokat adnak, úgy látom. Hogy dolgoznak, oda néz. Nem is tudtam, hogy a cicák tudnak főzni. Hát ez aztán mesteri volt. Nagyon kellett oda. Zabálni azt tudok, ezt már látom. Ebben hasonlít rám a karakterem. Jó, és akkor menjünk. Aha, még nagy repülve, meg minden. Oké, töltünk, király, megjöttünk. Ez ugyanaz a hely, ahova megérkeztünk az intro alatt. Jó, minden questnek vannak szabályai, oké. Teljesítsen az objektívet. Hát ez tényleg egyszerű. Nem tudom leadni a questet, amíg nem végeztem el ezt az objektívet. Ez is oké. Most ki kell írteni a Jagrasokat. Na hát ez már tetszik. Majd kell lépni, jó, itt a térkép, aztán most mi van? Ah, hogy ott lesznek, jó. Használjál a szupli boxot. Mert ma mindig vannak valami jóságok, amik neked hasznosak lesznek. Gondolom ez a kék dobozka az. Van benne ilyen olyan cucc, ez a ration elvileg. Aha. Fel kell nyomni a staminát, kire? Na mutassad az utat. Tetszik amúgy ez a terület maga, hogy ilyen kis növényes, meg ilyesmi.
már vannak is valami szörnyecskék, de hogy látom, azok nem túl agresszívak. És itt támadtak meg a csagrászok, úgyhogy szerintem itt is kell majd lenyomni őket. Csak most nem kell elbújni egy pokorba. Vagy mégis. Okay. Those are the monsters we're after. Let's see how you hold up when you're on your own. Oh, van, ahogy látom, hogy ez a klopfoló, ez még mindig adja. De ezek ilyen nagyon kicsi szörnyeknek tűnnek nekem, ez a, ami volt. Ugye az intro alatt ez egy cseppet, mintha nagyobb lett volna, aztán nem megöltem kettét és elég szaladtak. Na mindegy. Gyűjtsünk volt alapanyagot. Ugye minden szörny szerintem fog dobni valamit, aztán úgy látom, hogy ezek csak egyet. Hát itt elég nehéz lesz összeszedni szerintem alapanyagokat, na mindegy. Sokat kell ölni, de hát ez a játék lényege. Itt van még ilyen kövecske is. Gondolom ez is alapanyag. Erre szaladtak, jó? Aha, itt egy csomó. Ez mi volt? Nem tudom mi volt, de nem sokat ért. Aha, aha, most már ilyen nagy becsillagozottak meg minden. El van a szédülő. Jó, mondjuk ettől én is mindjárt elszédülök ettől a forgástól. Nincs valami más, ami törögni lehet fel. Na, mást is már. Ja, hogy végeztem az objektívvel. Hát oké, akkor csak gyűjtögessük ki, ami kell. Aztán mehetünk is. Chagrass hide, meg scale, meg mindenféle okos. Shark lab. Aha. Oké, hát reméljük, hogy majd használhatóak lesznek ezek valamire. Már ez így elég easy volt. Bár lehet, hogy a Defenders-etnek köszönhetően nem ilyen könnyen. Nem tudom már, hogy igazából egy alapszettel ez mennyire lenne egyszerű. De ugye a fegyver az tök alap. Elvileg abból is van Defender, csak azt még valahogy nem tudtam megszerezni. De mindegy. Jó, hát úgy látom, amíg nem jár a timer, addig nem tudom kimenni. Csak miután lejárt. Ja, quest complete. Jó, és akkor itt látom, hogy miket kaptam, meg mennyi idő alatt tudtam le. Tök jó. Aha, egy a cicának van szintje. És akkor az megy feljebb, akkor erősödik. Aha. Kaptuk pénzt is. Gazdagok leszünk. Ez a helyzet. De szerintem mára ennyi elég is volt, úgyhogy ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!